Szeretettel üdvözöllek benneteket a ma esti bevezető beszéden. Nagy megtiszteltetésért, hogy ismét én tarthatom ezt így nagyjából egy év után. És hát föltehetném a kérdést, hogy quo vadis bevezető, hova mész bevezető, és nem -e vanitátum itt a hiába valóság, hiába valósága, darma beszéd bevezetőt tartani. Ilyeneket persze csak azért mondtam, mert Sunima Kohan interjú miután megütött a zembottal, azt mondta, hogy beszéljek a szívemből, mert innen már nagyon sokat tudsz mondani, de hát mit tehetek, hogyha latin mondatok vannak a szívemben? Na de, hogy mi a ténylegesen hasznos ezekben a bevezetőkben, az az, hogy láthatunk gyakorlókat, akik különböző ponton vannak az úton, persze hát a zenben mindenki kezdő, és ez egy picit bátoríthat minket arra, hogy folytassuk a gyakorlást. Mert nagyon jó, amikor a zenmestert látjuk, és tiszta. Teljes életbölcsességeket láthatunk, de nagyon jó az is, amikor látjuk ezt a work in progress amikor valaki halad, halad és csinálja itt-ott, amott a gyakorlatát, és ebből a pozícióból én azt tudom mondani, azt a jó hírt, hogy a zen gyakorlat működik. Tehát, hogy lehet úgy csinálni, hogy világi vagy, dolgozol, éled az életedet, és egyébként közben zen gyakorolsz. Mert sokszor szoktuk azt problémának érezni, hogy igen, idejövünk itt egy, van egy tiszta tér, optimális körülmények a gyakorlásra, na de ha hazamegyek, akkor ez most mire jó nekem, meg hogy tudom ezt használni. Az a jó hír, hogy működik, a rossz hír az, hogy dolgozni kell vele. Tehát nagyon sok munkát kell ebbe is belefektetni, mint mindenbe, ahhoz, hogy ez tényleg az életeden segítsem. Érdemes berendezni magadnak egy olyan napi rutint, hogy, hogy életmódoddá váljon az, hogy mondjuk reggel és este gyakorolsz. És akkor meg fogod látni, hogy ha törekszel folyamatosan, és nem hagysz lankadást magadnak, nem hagyod, hogy a különféle tudatállapot változásokba létrejön mondjuk egy olyan, hogy hát én ezt nem csinálom tovább, én most apatikus vagyok, és akkor, és akkor az egész azt mondod, hogy hát ez az hagyomány nem működik. Nem, az a helyzet, hogyha belefektetjük az energiát, akkor igenis működik ez, és egyre inkább látni fogod azt, hogy mi ez a tiszta látás, mi ez a jelenlét, amit nagyon fontos, hogy elsajátítsunk. Tehát ez egy olyan látásmód, ami alapvetően a szoftverünknek nem a sajátja, de képesek vagyunk rá. És hogyha rendszeresen jössz gyakorolni, ide is, és otthon is csinálod, rendszeresen a mantrázást, a leborulást, akkor az a nagy hullámzás, amilyen színusz hullámként jelen van az életedben, vagy egyszer nagyon boldog, vagy egyszer nagyon szomorú, a szépen aláhagy, és a történések, a körülmények ugyanúgy változni fognak, de mégis te már nem fogsz annyira rájuk ugrani, szabadon alkalmazkodóvá válsz. És a Koan interjúkra is nagyon fontos járni, a nekem egy időben nagyon az volt az érzésem, hogy jó, hát most játszunk itt ilyen elmejátékokat, és akkor ez tök jó, de mire jó ez? Tehát mire jó az, hogy jó, most akkor Námcson macskáját megmented de vagy nem, vagy hogy élet túl azt, hogy a fához ragaszkodsz, kapaszkodsz, fogadon keresztül össze vagy kötözve, és akkor vagy lelőnek, vagy leesel, hogy maradsz életbe, vagy ez egész világ lángokban áll, hogyan maradsz életben a lángok között. Ezek ilyen elsőre ilyen absztrakt kérdéseknek tűnnek, de ha rendszeresen jársz Coan interjúkra évek során, akkor meglátod, hogy valójában ezek a zen tanítók által kitalált szimbolikus történetek az élet nagy drámáiról szólnak. És igazándiból a zen tanításának lényege például a koan interjúk során fog igazán a részeddé válni nézhetsz darma beszédeket, nézheted a bevezetőket, ez mind nagyon jó. Főleg, ha nem ragaszkodsz ezekhez a szavakhoz, és aztán jössz gyakorolni. És ez lejátszod a Kohn hétről hétre ezt a kis mini drámát, és nem a válasz a lényeg, a választ el lehetne mondani, hogy mi a válasz, de az az út, amit megteszel odáig, ami nagyon jellemző lesz rád, akkor megláthatod azt a karmát, ami a között van, hogy te megéld a teljességet, és ne szenvedj tovább, ne ragaszkodj a saját kondicionáltságodhoz, amit mindannyian tudunk már ugye, ebbe a közegbe, hogy annyi mindent kapunk a szüleinktől, jót és rosszat is, a tanárainktól, és akkor kialakul bennünk valami, ami olyan, mint egy ilyen ökölbeszorított kéz, és ez aztán utána nagyon sokszor semmit nem tud csinálni, esetleg ütközik másik ökölbe szorított kezekkel, és így ragaszkodunk ahhoz, ami akár szenvedést okoz nekünk, mert legalább biztonságos. És akkor itt ezzel a sokféle gyakorlattal, ami mind ugyanabba a szobában nyíló ajtó, a koan, a mantrázás, a leborulás, a szülőmeditáció, szépen lassan elkezd nyílni ez, a, ez az ököl. És aztán újra mindig vissza. De egyre többet lesz nyíltan, és akkor már a nyitott kéz nagyon sok mindent tud csinálni. De nem kell ragaszkodni ehhez a zártökölhöz, és nem kell ragaszkodni a szenvedéshez, hanem megláthatjuk az engyakorlat által évek során, tehát itt ezt nagyon hangsúlyozom, hogy tarts ki a gyakorlat mellett, ha úgy érzed, hogy ez szimpatikus, évekig, hogy valójában az a teljesség, amit általában kívülről akarunk megszerezni, kapcsolatfüggőségből, szerfüggőségből, internetfüggőségből, bármiből, az valójában itt van bennünk, és már eleve teljesek vagyunk. Ez ilyen szólamnak tűnhet, de az a fontos, hogy ezt megtapasztalj, és add magadnak meg az esélyt, hogy ezt megtapasztalhass. Azzal, hogy jössz gyakorolni, és aztán éled az életet. Nagyon sokféle dualitásba hajszoljuk magunkat. Például már az is, hogy Sokáig úgy csináljuk a gyakorlatot, hogy majd leülünk, és majd valami jobb lesz, majd valami megváltozik. De ez mind a gondolkodásunk, hogy valaminek jobbnak kell lenni. Valójában a zen gyakorlatnak az egyik lényege egy jó értelembe vett kiábrándulás. Hogy vannak ábrándjaink, illúzióink, és ezeket elvesztjük. Ez néha nagyon fájdalmas. De ha elegendő ilyen réteg lejött rólunk, akkor láthatjuk azt, hogy ott van a többi ember aki ebben a közegben általában nagyon hasonló hozzánk, és jóba lehet velük lenni, és jelen tudunk lenni teljesen. Minden kapcsolatban ez lesz aztán a döntő, hogy mersz jelen lenni teljesen, és látni tudod-e úgy azokat az embereket, akik szembe jönnek veled, ahogy azok vannak. És hogyha jelen vagy egy kapcsolatban, az a kapcsolat egy jó kapcsolat lesz. És ezt mind meg lehet a zen gyakorlat által el lehet érni, föl tudod ismerni magadban ezt a, ezt a, ezt a drága követ, amiről, amiről, nagyon sokáig nem hisszük el, hogy bennünk van. Ehhez ez a kitartó gyakorlat kell. És ha jössz ide gyakorolni, akkor például az is megtörténik, hogy lesznek remek darma barátaid, ami nagyon jó. Tehát most Mágong Zemmestert idézem szabadon, hogyha a darma barátaid elvel együtt gyakorolsz, és fontosak neked, és észreveszel bennük valami hibát, az gyakorlatilag a te hibád, vagy a te hibád is. Tehát egymást segítjük az úton, és nagyon kell hozzá a szanga, nagyon kell a kapcsolódás a többiekhez, és akkor meg tudod azt tapasztalni, hogy egyszer csak derűsen nevetsz, egyszer csak derűsen föl tudod tenni azt a kérdést, hogy miben segíthetek. Aztán utána a párkapcsolatodban föl tudod tenni azt a kérdést, hogy miben segíthetlek. És őszintén tudod mondani valakinek, hogy szeretlek. És az micsoda csoda. Annyi mindent várunk az gyakorlattól, hogy majd meggyógyulunk, hogy majd mágusok leszünk, zenmesterek leszünk, de valójában az, amire szükségünk van, az, hogy legyünk normális emberek. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy normálisan kapcsolódunk egymáshoz, nem szenvedtetjük egymást, hanem örülünk. És erre lehetőség van, egyszerűen csak el kell engedni azt a sok nehéz izsákot, amit hordunk a hátunkon, ahogy az emmester szokta mondani, és ehhez ez a kitartó gyakorlat szükséges. Ezt azért hangsúlyozom ilyen sokszor, mert látom nagyon sokszor gyakorlók esetében, hogy csüggednek, nem akarják csinálni már, elfáradnak, és akkor ki kell tartani emellett, hogy ne hiánygazdálkodásból éljünk, hanem tényleg lássuk meg azt, hogy akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ez egy nagyon-nagyon ütős mondat. Ez a belső lelki hiányainkra, szeretet hiányainkra nagyon igaz. Ha ragaszkodunk a szenvedésünk, köz, teljesen egyedül maradunk, és akkor ott egy ilyen mély ponton vagy történik valami, és kijövünk belőle, vagy nem. Ha merünk szabadon lenni, akkor látjuk egymás szemébe a csillogást, és Tudunk egymásnak segíteni, és tudunk boldogak lenni. Érdekes módon a zen hagyomány nem nagyon beszél a szeretetről, amiről mi itt nyugaton nagyon sokat beszélünk. És azért nem, mert gyakoroltak a teljességet, akarták elérni mindig is a zen gyakorlók, és ha megnézed, hogy ez a teljesség benned megvalósul, akkor automatikusan minden kapcsolatban ott lesz az, amit mi szeretetnek hívunk. És aztán tudunk egymásért lenni. És látjuk majd, hogy párkapcsolatban hogyan kell, családban hogyan kell, munkatársak felé hogyan kell mindezt megvalósítani. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy tapasztalja ki a gyakorlat lényegét, sajátítsa el, és merjen úgy menni a zen hegyein és völgyein, hogy egy idő után már nem feltétlenül követi az ösvényt, hanem szabadon neki vág a hegyoldalnak, és fölismeri és kiismeri a terepet, és akkor már akár egy templom körül nagyon jó túrákat lehet tenni. Egy idő után fölismered, hogy akkor is, ha nem vagy az ösményen, hogyan találsz vissza a templomba. Ez az en gyakorlat rényege, hogy ezt fölismerjük. Nagyon jó közösség vagyunk, nagyon jó tanítónk van, akitől rengeteget lehet tanulni, és itt most külön meg venném a lehetőséget, hogy megköszönjem Csongan Szunimnak azt a nagyon sok mindent, amit eddig tanultam tőle, és még remélem fogok is, és ha azt mondjátok, hogy ez Stockholm-szindróma hiba, azt mondjátok, hogy nem Stockholm-szindróma, az is hiba, úgyhogy érdemes figyelni ő rá is, de valójában azt érdemes látnotok, hogy mindenkiben már ott van az igazi mester, és mindenki a saját életének a szakértője, csak merjük ezt fölismerni, és merjük ehhez elfogadni a tanító és a darma barátok segítségét is. És ugye van a magyar nyelvben egy nagyon szép kifejezés, hogy hát magadnál vagy, vagy szoktuk mondani bizonyos helyzeteknél, hát ez nem is volt, nem voltam magamnál. Ez megragadja a lényegét minden ilyen kapcsolati helyzetnek, hogy magadnál vagy, ott vagy annál a nem tudható és tapasztalhatónál, annál a teljességnél. Egy párkapcsolat csak úgy fog működni, ha mindkét fél magánál van. Egy család is akkor fog működni, ha mindenki magánál van. Nyilván itt ez már nem tud optimálisan megvalósulni. Ott meg hát az a helyzet, hogy aki jobban jelen van, szoktuk hallani darmabeszédeken, az a tanító egy helyzetben. Ha te jelen vagy az engyakorlat által egy helyzetben, te vagy jobban jelen, akkor a felelősségedé válik az, hogy segíts a többieknek. Nem feltétlenül úgy, hogy kioktatod őket a darmáról, hanem valahogyan cselekvéssel, jelenléttel mutatod nekik, hogy máshogy is lehet, és hiddel megmarad bennük valami, és majd egyszer ők is talán változnak. Úgyhogy merjünk magunknál lenni, ismerjük azt föl, hogy nagyon egyszerű a zen, ismerd meg önmagad, érd el a felébredést, és segíts minden lénynek, ez a szellemi felnőtté válásnak az útja. Úgyhogy én nagyon kívánom mindenkinek, hogy gyakorolja ezt, tartson ki, törekedjen szüntelenül, bolond az, aki nem az örökké valóságra rendezkedik be, úgyhogy csináljuk ezt, a bóti szatvának mindig lesz munkája, és haladjunk együtt az úton, Ilyen szépen, ahogy látlak most titeket, megnézitek otthon a videót, és gyertek minden gyakorlatra, és csináljuk együtt. Köszönöm szépen!